hanem kivételesen a zenekar tagjai, akik személyenként részesülnek a megtisztelő kitüntetésben. Az együttesnek 1965-re alakult ki a legendás felállása. Ők kezdtek először magyar nyelvű rockdalokat írni. Később gyakran használják fel, főleg a magyar, de más Kárpát-medencei népek zenei motivumait. Egyébként nemrég adott itt anyagú koncertet, nekünk a Wujfish együttessel. A dalok szövegét se az akkori profi szövegírók írják, hanem az egyik gitáros, ha már nem szóróztak. Némelyiket olykor betűrítják, 1985-ben a Szilveszély járvékabőjében nekem kellett kiváltam egy strófát belőle, lealkottam az egész alkes strófára, elég nehéz egy dalból két sort kivágni. Már a bizonyossá vált, hogy dalaik a ma született csecsemőket is túl fogják élni. 1965-től a Balzac utcai Bosszúban játszanak, itt játszottak sankozenekar is, egy kiskortársammal, valamint a Szikonot. A nevét általában onnan kapta, hogy amikor a Szikon műholdat felülték, Fenő hallotta a szabad előtt a rádió, de Szikonannak értett. Ezt azért mondtam el, mert nem voltak perfekt angolok akkor még a magyar rock első nagyjai. Az angol nyelvű slágerek közé a most ünnepeltek is saját számokat csempésztem be. Mivel akkoriban szinte mindenki elég magyarosan énekelte az angolt, az erősítők pedig elsősket ropogtak, sokan részesen vették. Itt hangzik el először a Fumont, a Mont egyik választanálása később a Fulajdonban, amikor még csak egy közül lehetett választani. Itt a Bosban hangzik el szintén először az, hogy milyen furcsa hangulatban az utcát járom egymagamban, és a légy jó kicsit hozzám. Féltek kicsit a fogadtatástól, a szünetben megkérdezték a közönséget, mit szólnak hozzájuk, még egyszer el kellett játszaniuk, utána pedig egyet többször, és ez a folyamat máig tart. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, Budapest Főváros 13. kerület díszpolgára címet kapja az Illés együttes három tagja. Illés Lajos és Pásztori Zoltán már nem lehet közöttünk, de nagy szeretettel szólítom a színpadra, Lódi János, Szörényi Leventőt és Szörényi Szabadságot. És nagyon köszönjük a képviselőtestületnek és a polgármesternek ezt a megfontolt döntését, hogy így minket együtt. Kicsinket, és hogy az egész zenekar annak ellenére, hogy már csak hárman vagyunk itt, akik átsítjuk ennek személyesen ezt a kitüntetést. De ténylegesen nagyon sok minden köt minket ehhez a kerülethez, ahogy Farkasházi Pondi szép laudációja is jelzi. De ezen kívül is, hogy a Bosz kultúrház volt az élőzenekar egyik legfontosabb támaszpontja, és ténylegesen itt születtek és itt kerültek bemutatásra első magyar nyelvű lopszámot. Ezen kívül a Szörényi testvérek 46-tól kezdve itt laktak a Visegrádi utcában, úgyhogy némi gyanunk volt, hogy előre is kerültünk a Bosból, nekik ne kelljen messze menni.
nekem is sok minden költ, többek között itt udvaroltam Gyuri barátnőmnek, aki Kondzsa osztálytársa volt, és többek között ennek is köszönhetem, hogy egy zenekarba kerültem, és ott Zöldi Lementével, Szabolcsal, Kérdés Lajossal és Pásztori Zoltánnal nagyon szép éveket töltöttem el. És még azt is mondhatnám, hogy amikor megkérdeztem külföldön tanuló lányomat, ha esetleg mégis hazajönne, akkor hol szeretne lakni, elég határozottan mondta, hogy hát mindenképp valahol a Pozsonyi út környékén. Köszönöm.